Reggelt kalaznó szoktam mondani, de lehet, hogy sokan most nem örülnének ezeknek a jó kalaznói reggeleknek, mert mióta beköszöntött az ősz, szinte minden hétvégén, szombat, vasárnap és néha hétköznap is reggel csak a fűrészek zúgását hallani, mindenki készül a térre. Mi más tehetnék, én is készülök a térre. Engem egyébként egyáltalán nem zavar a motoros kaszák és a fűrészek hangja, zaja, ugyanis tudom, hogy szorgos hangyák készülnek a térre, a tücskök meg csak hegedülnek, aztán mindenki ismeri, hogy mi lett a mese vége. Mivel is készülhetünk föl a térre? Hát egyrészt ugye gondozzuk a kertünket, a növényeinket, a gazdaságunkat. Nekünk ez az idén ugye, mutattam is egy két videóval korábban, nem annyira sikerült jól, de azért valami kis terményünk lett, amit el tudunk tenni télire. Nevelgetjük a jószágainkat, már aki nevelgeti, vagy jó helyen nevelik nekünk, és aztán vágunk egy disznót, vagy kettőt, vagy még ezt-azt amaszt, és akkor azt is betároljuk télire, ilyen-olyan-amolyan formában, és hát ugye gyűjtjük a tüzelőt, mint ahogy mi is elkezdtük gyűjteni a tüzelőt. Ez persze édes kevés, ez a nyárfa, ez a sparhedbe, ami itt van pár hét alatt elég, úgyhogy ma egy favágós, fagyűjtögetős, hasogatós és begyújtós napot tartunk. Fűrész? Itt van. Tartod? Lehet az is. Ebben a farakásban nagyon sokféle fa van, ezeknek egy részét, a jó részét egyébként, amit most először szedtünk, azt a góréból bontottuk le. Olyan faanyagok, főleg építési fa, gerendák, szarufák, ilyesmi, amik már nem voltak újra használhatók, és úgy döntöttünk, hogy ez már csak tűzifának jó, mint például ez a gerenda vég, ez egy fenyő. Ehhez ez a normál fejsze, tökéletesen elég. Jól ki van száradva, az ember egyet rácsap, elhasad kettőbe, négybe, és az már pont jó méret a fához. Ez akácfa. Tökéletes a cserépkályhába, nagyon jól ég. Az akácfa egyébként vizesen is egészen jól ég, de szárazon nyilván még jobb a hőértéke. Kicsit vastag ahhoz, hogy szépen be lehessen rakni a cserépkájába, pontosabban ez még befér a cserépkájhajton, csak hogyha ezt beteszem, akkor már nehéz mellé másik fákat pakolni, ezért én az ilyeneket még elhasítom kettőbe vagy háromba. Ehhez is jó ez a fejsze, ha csak meg nem szorul benne. Nem. Ez már egy jó száraz volt, és nem volt benne csomó, ezért könnyű volt elhasítani. A fa hasogatás sem úgy megy, hogy aztán csak csapjuk, és lesz, ami lesz, hanem én mindig meg szoktam nézni, hogy amire éppen rá fogok sújtani, az milyen fa. Ezen például látszik, hogy itt van benne egy óriási csomó, itt meg ugye már nincs. Ha innen vágnám, megszorulna a balta, mivel a csomó az mindig sokkal keményebb, mint a szálas fa, nem hasadna el, csak szenvednék. Ha ideütök, akkor elreped, és a csomónál valószínűleg szétnyílik. Tehát ezt mindig így teszem le, a csomóval lefelé, tetejébe ütök, lefele hasad el.
ez egy sima fejsze, amivel igen jó szabású, jó acélból, amivel nagyszerűen lehet hasítani. Van ez a másik fajta, ez az úgynevezett hasító fejsze, bár a mérete az kisebb, mint a fejsze, ez inkább a balta méret, de a feje az úgy van kiképezve, hogy itt szélesedik. Tehát itt egy ék alakot ölt egyre inkább. Ez az ék, ahogy az ember egyre inkább üti bele, elkezdi egyre jobban hasítani, feszíteni szét a kuglit, ugye? És amikor eljutunk idáig, akkor már annyira szétfeszíti jó esetben, hogy egyszerűen elhasad. És akkor vannak még ugye a kis balták, mint például ő. Ilyennel nem érdemes nekiállni egy ilyen nagyobb, főleg kemény fát elhasítani, viszont arra, hogyha van ilyen szépen hasított fánk, mint például ez, és gyújtósra van szükségünk, akkor ebben szépen ilyen vékonyakat, nagyszerűen lehet hasogatni ilyen 1-2 cm vékony fákat. Ezek tökéletesek arra, amikor az ember először begyújt, meggyújtja a tüzet, rátesz egy ilyen marékkal, és már is lángol. Ha bárkiben felmerülne a kérdés, hogy azt miért odalakta vesznek, miért ide, ez teljesen jogosan merül fel, ugyanis az ott a kemény fa, ez pedig itt a puha fa. Ezeket szeretem külön rakni, hogy amikor odakerül a sor, hogy éppen aznap reggel vagy este begyújtunk a kályhába, akkor ne kelljen válogatni. A hasított tűzifát berakni is egyszerűnek tűnik, de azért arra is kell figyelni, mert hogyha nagyon szabálytalanul csak úgy dobálva, szórva rakja az ember, akkor simán kiborul egy idő után, hiába van itt a fal, hanem befele, hanem kifele támaszkodik. Ezért én azt is szoktam mindig figyelni, hogy amikor lerakok egy darabot, akkor ez egy picit befele lejtsen, ha nem, akkor a következőre már olyat választok, ami egy ék alap, és úgy tudjam tenni, hogy mindig befele lejtsen, tehát inkább befele támaszkodja, mert akkor, hogyha a súlytól ugye igazodik, nyomja egy magát, akkor is mindig befele fog menni, és nem kifele. Ha így raknám, hogy mindegyik kifele álljon, akkor előbb-utóbb teteje kezdene borulni ide. Például ez egy kicsit ék alakú, akkor nyilván ennek nem ezt a felét teszem kifelé, mert akkor így állna, hanem ezt, és akkor befele lehet, és a következő már megint befele fog menni. Én befejeztem. Kész vagy? Igen. Komolyan? Hát azt jelenti, hogy ügyeskedek. Szerintem mit csináltál? Akkor ne is ügyünk. Hát nem azt mondtam, hogy ne ígyunk. Ja. De azt kérdeztem, hogy eddig mit csináltál? Én vagy te? Hát te. Én hasogattam. Én tudom, hogy mit csináltam. Na jó, de akkor mielőtt iszunk egyet, menjünk a pincébe. Hát nincs nyitva. Hát azért menjünk, hogy kinyissam. Nagyon jó. Ezt nem szúrtuk el. Még a patárolóba, Pityu? Szerintem igen. Még egy talicskával, kettővel belefér? Kettővel belefér, több nem. Most derül ki, hogy mennyi fa is fér be ide. Ha ezt a sort feltesszük teljesen a plafonig, az is már elég szép mennyiség, de az a terv, hogy mondjuk ilyen fából egy sor, ez a második sor, harmadik, negyedik, ötödik, öt sor simán elfér,
Tehát én a hideg miatt már nem aggódom, ha mégis úgy alakulna, hogy lekapcsolják a gázt, ami most eléggé téma, akkor sem esnék kétségbe, hiszen itt nincs is gáz ebben a házban. De ha még a villanyt is lekapcsolnák, igazából akkor sem esnék kétségbe, mert üteni tudok, aztán maximum korán lefekszek aludni télen. Úgyhogy felkészültem mindenre, és ahogy hallom, a kollégák is csinálják, mert most is zúg a láncfűrészén a szomszédból, úgyhogy mindenki készül a télre, szorgos kis hangyák dolgozgatnak. A maradék fólia pedig igaz, hogy tiszta luk, mindenfele szakadt, de így összehajtogatva hosszába pont jó arra, hogy ezt a tűzifát, amivel szerintem egy két évig eltüzelgetek a sparhelyből, letakarjuk, hogy még sázzon. Elég is jól haladtunk ma, úgyhogy szerintem ígyunk egy fröccsöt pityúval. Issza kavics! Szerintem a begyújtás az valami olyasmi lehet, mint a töltött káposzta, ahány ház, annyi szokás, mindenkinek megvan a saját módszere. Én úgy szoktam, hogy a sparhelyben, ebben a viszonylag pici, sőt nagyon pici tűztérben két oldalra rakom a fákat, nagyobb léceket, hasítékokat, tehát ide csak száraz fenyőfát, gyorsan égő, vékony fát használok, vastag fát, illetve kemény fát, soha nem rakok rá, mert nem a parázs a lényeg, hanem a hő, a láng, a hirtelen hő. Ha nagyon sok kemény fát raknék rá, akkor sokáig tartaná a parazsat, az egész annyira átforosodna, átizzana, hogy nem jó ennek a kárjának. Mindig be kell csukni az ajtót, mielőtt begyújtunk. Én ezt tanultam nagyanyámtól, hogy amikor begyújtasz, csukd be az ajtót. Mert ha nyitva van az ajtó, akkor fordítva működik a húzat a kályhában. Akkor nem a kéményen működik, mert a kémény egy keskeny hosszú cső, azon is van egy jó kis húzat, és akkor errefelé, tehát innen szívja be a levegőt, és ott ugye megy ki a kéményen. Ha nyitva van az ajtó, az egy sokkal jobb felület, akkor az ajtó elkezdi visszafelé szívni a levegőt, tehát a kéményen keresztül és a kályha ajtón keresztül kifelé, ezért amikor az ember begyújt, akkor a füst befelé jön a lakásba. Ha főzni akarok rajta, akkor ezt az ajtót itt alul mindig nyitva hagyom, megy a húzat, ez itt a főző állapotban van, és akkor jó nagy lángban dobálom rá folyamatosan a fát, klasszul átmelegszik ez a vaslap, egy öntött vaslap, és simán lehet rajta főzni. Ha már nem akarok főzni, csak azt szeretném, hogy még valamennyire melegítsen, betolom ezt a fiókot, bezárom, ezt átkapcsolom a sütőüzemmódba. Egyébként ez a kicsi kis kályha, ezt az egész konyhát, ami nem annyira apró, simán befűti, sőt, ha itt van az ajtó, még a szobában is megy át a meleg. A cserépkája egy teljesen másik állatfajta, mi még ilyenkor nem gyűjtünk be, vagy csak a tényleg hidegek jönnek ilyen 5 fokok, vagy 0 fokok, vagy az első kis fagyok reggel, mert a cserépkája az nem egy hirtelen hőt adó eszköz. Sokan ezt félreértik és azt gondolják, hogy ha pakoljuk a cserépkáját, pakoljuk, mint mondjuk egy vaskályhát, vagy bármilyen más vádokkályhát, akkor melegebb lesz. Nem. Nem vagyok fűtéstechnikai szakember, és nem is szeretnék semmi okosságot mondani, csak a saját 20 éves tapasztalatomat, én 20 éve napi szinten fűtök cserépkájával, és azt tudom, amit én tapasztaltam, hogy ez akkor működik, hogyha az embernek van ideje több napon át, egy héten, két héten át fűteni. Mire felmelegszik egy cserépkája rendesen, az fél nap, egy nap, attól függ, mekkora tömege van, és utána elkezdi leadni a hőt. Olyan 22-3-4 fokra is befűti a lakást. Tudom, hogy most csak 18 fok szabadna, hogy legyen a szobákban, meg a közterekben, de itt nem tud 18 fok lenni, mert ha rakom a cserépkáját, akkor meleg lesz. És szeretem a meleget télen. Életérzés, kalazom. Beszorult a fejsze, se kisebbe. Na ilyenkor mi a megoldás? Biztos nem ez, mert így eltörjük a fejszennyele. Hát most kiderül, hogy melyikünket faragták keményen fából, úgy tűnik nem engem.